A tudomány korának befellegzett. Elvérzett egy fronton, méghoz egy olyan fronton, amit egy kicsit mindig megvetett, egy kicsit mindig lenéz. Nem vett elég komolyan, és lehet, hogy innen már nincs visszaút. Szóval a kérdés az, hogy vége mindennek, teljesen elvesztünk, adjuk fel. Nem feltétlen. Bár sok esély nincs, de meg kell próbálni, mert nincs minden veszve. Viszont lehet, hogy egy olyan helyről jöhet a megoldás, amire senki sem számított. Aki egy ideje követi a fókuszcsoportot, az talán érzi azt a feelinget, hogy megtaláltam így az évek alatt a szívügyeimet, így a tudomány mellett és az áltudományok ellen való felszólalás lett az egyik szívügyem. Tudom, jó, de van ott cringe-elni, meg minden, meg kicsit ide-oda szurkálni, de hogy kell találni olyan dolgokat, amit úgy érzem, hogy fontos beszélni róla, fontos átadni dolgokat, ami tényleg a társadalomra is hatással lehet. Nyilván nem fog semmit megváltoztatni, de hogy hát ha egy vagyok a sok közül, akkor valami hatással tudok lenni. Azt kérdeznétek, hogy mik is azok az áltudományok, mik a legelterjedtebb áltudományok, és miért terjednek ennyire jól manapság? Hát ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. És mindemellett a végső kérdést sem fogjuk kikerülni majd. Mint például azt, hogy mit tehetünk mi, hogy egy kicsit tényleg jobb legyen a helyzet. Mit tehetek mondjuk én? Nagyon sok helyről táplálkozott ez a videó, sok forrásból, de külön kiemelném a Sarlatánok kora Miért dőlünk be az áltudományoknak című könyv Krekkó Pétertől és Falui Nanórától. Ezt külön ajánlom mindenkinek, én is nagyban támaszkodtam rá, úgyhogy gondoltam, hogy kiemelem az egyik forrásomat. Na de, melyik kérdéssel kezdjünk? Mert amúgy nem túl jól állunk. Például itt, ha már erre járunk, itt 2019-es cikk, és félek, hogy azóta sem állunk sokkal jobban, hogy így alapvetően szövegértésben is csökkent a dolog, de ahogy a természettudomány az óriási csökkent a 2003-hoz képest 2015-re, a természettudomány, a matematika, meg az ilyen tudományokhoz való hozzáállásunk, vagy a tanítás belőle, ami diákokra ragadt, az egy kicsit csökkent, és ahogy áll mostanában az oktatás, félek, hogy nem a jó irányba megy tovább. Aggodalomra ad okot a jövővel kapcsolatban, hogy a tudományos oktatás a mai diákok tudományhoz való viszonyában nem segít az, ami most megy. Nagyon sok tudományt tanít tanár ugye nem jön ki az egyetemekről, miközben folyamatosan mennek nyugdíjba, és amikor majd a tesi tanár fogja tanítani a kémiát meg a fizikát, akkor majd ne csodálkozunk. A tudományhoz való viszonyuknak az embereknek az nem lesz a legjobb a diákoknak, és nem ők tehetnek róla. Egy tanár, aki érdeklődik valami iránt, és lelkesedéssel érdekesen át tudja adni, az gyakorlatilag életeket dönthet el. Egy jó tanár miatt valaki lehet, hogy elkezd valamilyen irányba érdeklődni, mert ott vagy diákként, hát nem tudom, mi érdekel, és van egy kémia tanárod, aki kiemelkedik a többi közül, és sokkal izgalmasabban és érdekesebben tanítja a kémiát, akkor nem csoda, hogy a kémia iránt kezdesz el érdeklődni. Szóval a jó tanárokat ezt meg kéne becsülni, mert fel tudja kelteni az érdeklődést fontos dolgok iránt. Szóval, mitől lesz valami áltudomány, kérdezhetitek, jogos a kérdés, és erre nincs is egy ilyen exakt meghatározás, hogy mitől lesz valami áltudomány, mert a tudomány is, hogy mondjam, az nem egy ilyen szigorúan meghatározott dolog. Vannak a szürke zónában is dolgok, és vannak egyértelműen áltudományok, de pár dolgot nem érdemes az áltudományokhoz oda keverni, ilyen például naív tudomány, amit ilyen tapasztalat alapján mondanak valakik, amik lehet, hogy sokszor érzelmekre is appellálnak, de hogyha mondjuk egy nyugdíjas azt mondja, hogy vagy a teki, hát most fáj a feje, és akkor jön a vihar, vagy valami vihar volt, akkor lehet, hogy egy csomószor igaz, mert érzékeny, nem tudom, mondjuk a légnyomásra, de attól még nem lesz tudomány, de nem is állítja az az öreg asszony, hogy ő most mint tudós szólalt meg. Ez a hétköznapi tapasztalat, az, hogy ha leesik ez a pohár, akkor tudom, hogy valószínűleg mondjuk itt szőnyegre esik, hogy nem fog összetörni, de hogyha mondjuk az ablakon dobnám ki, valószínűleg összetörne ez a pohár. Nem biztos, hogy meg tudnám magyarázni tudományosan, de attól még nyilván egyetértünk ebben. Ezek a naív tudományok. Aztán van a tudomány segítő ágak. Itt megjegyezném, hogy a Wikipédiát azt tudom, hogy megveti mindenki, meg röhely tárgya, és ezért szerintem sem érdemes abból kiindulni. De miután már összeírtam az egész részt, és kb. Megvolt az egész, utána szerintem, amikor már végeztél valamivel, utána érdemes ránézni. Hát, ha valamit kihagytál, hát
valami elkerült a figyelmet, hát van benne valami, ami még érdekes lett. És itt volt ezek a tudomány segítő ágak, amit kihagytam, amikből nagyon érdekesek vannak, amiről nem is tudtam. Amik nem feltétlen tudományok, de a tudomány is használja őket, segíti a tudományos munkákat, meg nem állítja magát így konkrét tudománynak. Ez a kedvencem, ami felkeltette az érdeklődésem, például a numizmatika, pénzzel és pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. Szóval nyilván van egy csomó ember, aki gyűjti a pénzt, és egy csomó tudást felhalmoznak, és az segítheti a tudományokat, mert annyi tudás kerül az emberek birtokába, a gyűjtők birtokába, hogy ez segítheti. És akkor vannak az jó, hogy még ennek is vannak ágai, hogy nézem, hogy van a résztudománya, a notafília, a műanyagokból is készült pénzügyekkel foglalkozó résztudomány. Na, zseniális, nagyon elképesztő, hogy milyen kultúrák vannak, hogy biztos van, akinek az élete az, hogy érméket gyűjt, átlátja ezt a világot, az érmegyűjtést, a pénzvilágát, hogy mi, hogy merre. És én ezeket tisztelem, hogy valaki egy ilyen dologba el tud merülni, hiszen ez egy tök menő dolog. Aztán van a hit. Én is illettem már kritikával a hitet, meg a vallásokat, de azokat ne keverjük az áltudományos kategóriába, mert a hit az hit. És a kormány is, uram, mit tud tenni? Nem próbálja magát tudománynak beállítani. Mert a szientológiánál azért billeg a léz, hogy az áltudománya vagy vallás, mert én sem tudom pontosan, de a legtöbb vallást azért el lehet különíteni, az nem egy áltudomány. Az áltudomány az onnantól áltudomány, hogy tudománynak próbálja beállítani magát, és ember legyen a talpán, aki mindig ezt meg tudja különböztetni egymástól. De hát nem csoda, hogy a tudománynak próbálja beállítani magát, mert azért azt tudjuk, hogy a rengeteg korban a tudománynak, meg még most is remélhetőleg, van egy presztízse, ez jól jön neki is az áltudománynak, csak egy csomó más dolgot meg nem vesz át a tudományból, amit át kéne. De nyilván nem mindig volt így. Nem mindig volt a tudománynak presztízse, és abban, hogy lett annó, még például a vallások, meg a egyházak is segítettek annó a tudományos munkát, nem csak akadályozták, ott volt azért pozitív dolog is. Csak amikor már ugye ellentmondott a vallásokkal, akkor már nem volt olyan jó. De hogy így a 19. századtól kezdődött az igazi növekedése a tudománynak így az általános oktatásban, és a 20. században volt, amikor igazán bejött az általános oktatásba a tudomány, és akkor lett presztízs az egésznek. A német oktatás volt az egyik fő példa erre, ami legelsőként is az egyik legjobban építették be a tudományt a hétköznapi oktatásban. Sok tanárnak és tudósnak sok évszázadon keresztül történő munkája volt, hogy a tudományt azt idáig juttattuk, hogy ekkora presztízse lett. Amit aztán jönnek a kuruzslók és sarlatánok, és akkor csak így beugranak, hogy egy kis pénzszerzés reményében majd ők is magukra rakják ezt a, hát ezt a presztízst, ez jól jön nekik. De az van, hogy sokszor a tudományos nyelvet is látszólag átveszik, főleg egy laikus számára össze lehet téveszteni a tudomány nyelvét egy áltudomány nyelvével, meg csomószor normális kifejezéseket, vagy tudományos kifejezéseket is átemelnek. Az már más dolog, hogy nem annyira következetesen használják őket, nem mindig ugyanarra, mint a klasszikus tudomány. Nézzük, milyen árulkodó dolgok lehetnek, hogy valami lehetséges, hogy áltudomány. Csomószor hogy kicsit így underdognak állítja be magát az áltudomány, hogy ezt a tudósok ezt eltitkolják, ez olyan veszélyes tudomány, hogy nem mernek róla beszélni, miközben tudósok is szeretnek beszélni új dolgokról, mert ugye az új nagy felfedezésekkel jár amúgy a Nobel, de ide mindegy. Már az gyanús legyen, hogyha valaki úgy állítja be, hogy így a tudományos világ őt megpróbálja elnyomni, mindenki megpróbálja őt elnyomni, mert ő valami olyan tudás birtokában van, amit nem engednek neked, és most is akkor elmondja a titkot. Sokszor egyáltalán nem következetes egy áltudomány, össze-vissza használja kifejezéseket, vagy egymásnak ellentmondó dolgok is vannak benne, de hát az, hogy ezt észrevedd, az eléggé át kell látnod az egészet. Érzelmekre is appellál nagyon sokszor. Valami érzelmet bevon, hogy téged befolyásoljon, félelmet, reményt, meg egy csomó dolgot, ami által sokkal jobban kapcsolódni tudsz hozzá. Egy normál tudománynak nincs rá szükség, hogy az érzelmeid alapján hasson rád, vagy ezzel próbáljon behúzni. Kétes források, vagy szemezget a forrásokból, mindig csak azt, ami alátámasztja őt. Mikor valakit szakértőnek állít be, az nem biztos, hogy mindig szakértő, vagy lehet, hogy nem abban a tudományágban szakértő, vagy hát attól, hogy doktor van a neve előtt, nem szakértő, vagy azt mondja, hogy hivatkozok erre a virológusra, és igazából, ha már tekintélyre hivatkozol, az érdekes, hogy ráhallgass, aki tagadja mondjuk az oltást, és a többi ezerre, mondjuk, ha ez egy merítés, rá ne hallgass. De most, hogyha tekintélyre hivatkozol, akkor vagy minden tekintélyre hivatkozunk, és akkor fura, hogy csak ezerből egy emberre hallgatunk, mert az már statisztikai hiba kb. Csomószor olyan tekintélyekre hivatkozik, hogy jó, de ez ebben meg ebben elérte nagy tudományos eredményeket, és
és tök más dologban hivatkoznak rá, amihez nincs is köze az ő tudományos munkásságának. Csomószor ezekhez a tudományokhoz nem kell se képzés, se akkreditáció, csomószor gyógyíthat, nincs semmi, ahol megtanítják, vagy jóvá hagyják, emiatt egy kicsit mindenki máshogy nyomja ezt, ugye. Az is rég gyanús lehet, hogy bárki kb. Nulla tudás birtokában megnéz pár YouTube videót, és annak a tudománynak a képviselője lehet. Közben azért vannak helyek, ahol tanítják ezeket a hülyeségeket is, de hogy így általában azért nem feltétlenül arról híresek ezek az áltudományok, hogy túl nagy képzettség kéne hozzá. Sokszor összeesküvés elméletekkel is párosulhatnak ezek a dolgok, azok meg már különösen szép példák, amikor keverednek áltudományok, benne van egy-két összeesküvés elmélet mindenféle emberekről, akik a háttérben ilyen olyan dolgokat mozgatnak, meg hát a vége, hogy csomószor ezeknek az áltudományoknak a végén ott van, hogy valamit lehet vásárolni, vagy valami kvázi szektába belépni, követni, de a vásárlás sokszor ott van. Szóval valami nem jó, az egész világ minden el akarja titkolni, de itt van ez jó, és ezt én árulom majd neked pénzért, ezt vedd meg, ez majd meggyógyít, de ezt el akarja titkolni az orvosok, de vedd meg a desztillált vizemet. Meg egy csomószor az áltudományokhoz valahogy nem kell a többi tudomány tudása, pedig általában a tudomány az olyan, hogy valamit állítok, hogy csomószor a többi tudománnyal összefüggésben egymás kell a bizonyításhoz, kell a következtetésekhez, nem önmagában állnak így a tudományok, hanem rengeteg helyen összefonódnak a biológia, fizika, kémia, stb. Nem úgy van, hogy csak így önálló entitásként ott léteznek, és semmi közük a többi tudományhoz. A tudomány meg általában, és ezt tudom, hogy ez mondjuk nem jellemző az áltudományokra, szkeptikus. Nem úgy van, hogy bemond valaki valamit, és ezt mindenki elfogadja, pontosan ellentéte van. Valaki bemond egy új tudományos felfedezést, akkor minden tudós így szkeptikus, hogy van ez tényleg igaz. Megvárják, hogy milyen mérésekkel jutottak erre. Általában ilyenkor a tudósoknak konkrétan le kell írni mindent, hogy hogy jutottak erre a következtetésekre, mik voltak a kísérletek körülményei, hogy mások reprodukálni tudják, és hogyha mások is reprodukálni tudják a világ többi pontján, akkor onnantól kezdve ez egy ellenőrizhető mindenki számára ez a dolog. Így már nehéz csak úgy bemondásra van, hogy tessék, ezt mondom, fogad el, ne, fogad el, azt sem mondom, hogy miért nem, meg minden, de vannak ilyenek, amikor bemondáson alapul egy egész áltudomány, amit senkinek nem sikerült azóta se reprodukálni, ezt meg akkor bárki mondhat bármit, ugye? Mindig igazolást vár a tudomány, átláthatóságot, megismételhetőséget, ilyeneket nem nagyon fogunk látni áltudománynál. Aztán a tudomány fejlődik, a tudomány változik az idővel, és ezért szerénynek is kell maradni a tudománynak, mert csomószor jön egy új dolog, ami valamit megcáfol, új alapokra helyez. Az elmúlt 100 év alatt is sokat fejlődött már, az orvostudomány sem ott tart, mint 100 éve, vagy 200 éve. Most már nem az, hogy bemész a kórházba és piócákkal gyógyítanak. Örülünk neki, hogy fejlődött, és hogy furcsa is lenne nekünk, hogyha több száz éves módszerekkel gyógyítanának. Az áltudományoknál ez valahogy nem gond, ott semmi se változik, mindig ugyanaz a bullshit kering újra és újra és újra. Van egy csomó gyógyító dolog, ami valahogy sose fejlődik, mindig ugyanaz van. Furcsa dolog, nem? Mert a tudomány az láthatóan fejlődik mindig, és újabb dolgokat ér el, miközben ezek az áltudományok valahogy megrekednek annál, ahogy kitalálták őket. Ha csak nem jobban marketingelik idővel. És hát a tudomány az áltudományokkal ellentétben sokszor nem állítja, hogy mindent tud. A tudomány elismeri, hogy hibázhat, kívánja is, hogy rácáfoljanak, hogy kísérleteznek, hogy mások is alátámasztják, mert hogyha állítasz valamit, és mások 10 ember még bebizonyítja az az állítás, az annál erősebb lesz, meg nem az van, hogy a bizonyítási kényszert ráhárítja másikra. Szóval rég rossz, hogy tudomány azt mondja, hogy bizonyos be, hogy nem így van. És általában ezek az áltudományok azt mondják, hogy mindent lefednek, mindent tudnak, már készen vannak, tökéletesek, ez legyen rég gyanús. De hogyha bárki azt mondja, hogy bizonyos be, hogy nem így van, az azt jelenti általában, hogy ő maga nem tudja bebizonyítani, hogy így van. Ilyen szinte meg aztán bármire ráhúzhatjuk. Mondhatom én is, hogy egyik hegy gyomrában van egy elrejtett hétfejű sárkányom, és ezt el kell hinned, mert bizonyos be, hogy nincsen. Hát hogy bizonyítod ezt be? Nem nagyon tudod, ugye? Mert most akkor bármit mondasz, én azt mondom, hát másik hegyen van, meg akkor elkezdek vagy másik bullshit, tehát hogy csak a szűzlányok láthatják. Valamit mindig ki lehet találni, de az a lényeg, hogy aki állít valamit, annak kell bizonyítani, és ez mindennek az alapja. Na de, miért az áltudományok formáira rátérünk, beszélünk egy dologról, ami rengeteg áltudományt és orvoslást megmagyaráz, és az a placebo hatás. A placebo válasz egy speciális önbeteljesítő várakozás. A testi-lelki állapot pozitív változásával kapcsolatos elvárás automatikusan vezet el magához a változáshoz, ami sokszor csak testi állapot reprezentáciát érinti. Máskor konkrét testi változásokkal is jár. Szóval a placebo hatást talán mindenki ismeri. Az orvostudomány ezt alapvetően nagyon szigorúan teszteli, mert nagyon erős tud lenni a placebo hatás. Például vegyünk egy fejfájás csillapítót, egy csomószor, hogy valakinek placebót adsz, az már alapvetően az is tudja
fejfájását csillapítani. Úgyhogy inkább az szokott lenni egy gyógyszernél a kérdés, hogy hatásosabb-e, mint a placebo. És ezt szokták nagyon szigorúan ellenőrizni, hogy mindig vannak ilyen kontrollcsoportok, és hogyha egy placebo hatásosabb, vagy jóval hatásosabb, mint maga a placebo, aminek van egy hatásfoka, onnantól kezdődik egy modern gyógyászat. Hát ez somószor az ilyen áltudományos gyógyászatoknál nem feltétlen így van, ott kb. Pont annyira hatékonyak, mint a placebo hatás, akkor meg mennyi benne a valós dolog, és mennyi ebből a bullshit. Szóval sok áltudomány és természettudomány a placebo hatásra épít, de van a nocebo hatás, az meg az ellentéte, hogy például csomószor oda vannak írva egy-egy gyógyszer mellékhatása, és ez máig vita tárgya, hogy érdemes odaírni az összes ilyen nagyon elhanyagolható mellékhatásokat is, mert csomószor az idézi elő a mellékhatásokat, hogy oda van írva, hogy fejfájás, és akkor csomóan elkezdenek fejfájást érezni, akik tudják, hogy most várhatok ettől egy fejfájás, úristen, fejem, fájni fog a fejem, miközben ezt nem olvasta volna el, akkor nem fájna a feje. Szóval, ha elolvassuk a mellékhatásokat, akkor nagyobb esély lesz a mellékhatásokra is, csak szólok. És hát a testjelzései azok nem mindig megbízhatóak. Attól, hogy valami, mondjuk elolvastuk, hogy mindenki fájni fog a fejünk, aztán fáj a fejünk, az nem azt jelenti, hogy tényleg bajunk van. Ahogy, hogyha éppen nem fáj semmink, vagy egészségesnek érezzük magunkat, az sem jelenti, hogy teljesen egészségesek vagyunk. Szóval a testjelzései azok fontosak, de ne csak arra hagyatkozzunk, mert csomószor nem mutatnak problémákat, ami ott vannak, vagy rengetegszer úgy tűnik, mint a problémánk lenne, miközben valós problémánk nincsen. Kicsit térjünk át a száraz tudományos, áltudományos témától. Ádám itt azt hiszi, hogy saját jogán eldöntheti, hogy akkor most melyik, vagy azért, mert tudós emberek azt mondták, ugye már. És térjünk át egy kis reklámra, mégpedig a Surfshark VPN-re. A Surfshark VPN az remek választás, hogyha szeretnél például olcsóban repülőjegyeket venni és hotelszobákat foglalni egy másik országból, vagy hogyha szeretnéd a teljes diszkréciódat megtartani a böngészésed során, esetleg hogyha a tartózkodási helyedet és a keresési történetedet nem szeretnéd közzétenni. A Surfshark One-nak most amúgy fogok egy új információt is mondani itt az elmúlt hónapokhoz képest, mert van egy új funkciója is, ez pedig az alternatív személyiség, ami segít megőrizni a valódi személyiségedet az interneten, és megvédi az e-mailjeidet a spamektől és az adathalászoktól. Nagyon jó. A fókuszcsoport kuponkóddal pedig bezsebelhetsz 3 hónapot ingyen ebbe az exkluzív ajánlatba, hogyha a linkünkre kattintasz, amit a leírásban megtalálsz. Hogyha érdekel titeket a Surfshark-nak az ajánlata, akkor ott len a leírásban, meg a kommentben. Kattintsatok a linkre, nézzétek meg, mit intéztünk nektek. Ja, visszaadom a szót az Ádámnak, mert állítólag nagyon fontos mondani valója van az áltudományokkal kapcsolatban. És hát a természet, mint hívószó, az sokszor szerepel ezekben a áltudományokban, meg a természetgyógyászatokban. Ez nagyon jó marketing, az, hogy valami természetes. Ez nagyon beívódott az emberek, hogy az a jó, de ez nem így van. Nem az van, hogy valami természetes, és attól lesz jó, mert a természetben is rengeteg dolog van, amit nem érdemes bevinni a szervezetedbe. A természetben is rengeteg káros dolog van, természetesen előfordulva. Ha tudni akarod a létezés titkát, akkor eljössz velünk. Elnézést, nekem mennem kell. És van egy csomó mesterséges dolog, amitől nem lesz bajod. Szóval manapság, főleg amikor gyógyszer vagy valamit fogyasztasz, csak az, hogy azt mondja valami, hogy természetes, az még nem elég. A cián is az, légyölő galóca is. De ez csak a szélsőséges példa. Az, hogy valamit nagyon hirdetnek, az, hogy természetes, az inkább a marketing. Na, most, hogy itt tartunk, beszéljünk egy kicsit konkrétan pár áltudományról. Kezdjük egy talán mindenki számára egyértelmű példával, alapos földdel. Amiről volt egy külön videónk a Julcsival, nem mondom, hogy ilyen tudományos videó volt, inkább csak ilyen cringe-elős videó volt, de arról már akkor beszélgettünk egy csomót. Talán azzal az emberek nagy része egyetért, hogy a lapos föld az egy áltudomány. Nem mindenki, mert a lapos földes videónkra máig jönnek a kommentek, amik nagyon érdekesek. Azért ezzel kezdem, mert ebben nagyjából konszenzus van, és a lapos föld hívő az gyakorlatilag az elme rogyantaknak a szinonimája valahol, úgy érzem, pedig nem feltétlenül elmerodjantak, sokkal érdekesebb pszichológiai dolgok miatt kerülnek ebbe az emberek. Nagyon érdekes esettanulmány amúgy a lapos föld hívők, és mondhatnád, hogy nem káros, meg minden, de amúgy a lapos föld azonnantól táptalaja az összes többi áltudománynak. Sokkal befogadóbbak lesznek az áltudományokra, az összeesküvés elméletekre, szóval a lapos föld hívők egy remek táptalaj az összes bullshitet, hogy utána benyeljék, szóval igenis
van ennek is veszélye, de inkább mindenkinek ajánlom a Behind the Curve-ot, ami a Netflixen megtekinthető dokumentumfilm, lapos földhívőkről szól, szinte meglepően empatikusan, bemutatja ezt az egész szubkultúrát. Legjobb dokumentumfilm befejezés valaha, az utolsó másfél perce. Fantasztikus. És az a zene, hogy ezt a vága, már azért megéri. Nyilván a lapos földhívők között sokat ról, de csomószor az ember csak szeretné azt hinni, és a kognitív diszonancia azt mondja, hogy nem, ez mind ról, sajnos nem, sajnos csomóan tényleg elhiszik ezeket. Szóval a lapos földdel kezdtünk egy kis bemelegítésnek, de akkor mondok egy itthon is népszerű áltudományt, ami kuruzslás is valahol, az a lugosítás. Nem léteznek ezek a dolgok. Például ugye, ez a el vagyunk savasodva. De várj, most azt kimondod te, hogy ez kamu, ez az egész. Nyilván nincs időnk, hogy minden áltudományban nagyon belemenjünk, úgyhogy pörgetni fogom, mert annyi van, és rengeteget meg se fogok említeni, de így a lugosítás, ez például egy jó állatorvosi ló erre, hogy kicsit megnézzük, hogy hogy működik egy ilyen kuruzslás, és le lehet egy csomó következtetés vonni, ami egy csomó másik áltudományra is érvényes lenne. Itt talán az a fő állítás, hogy a szervezet elsavasodik, ezt kell helyreállítani. A savbázis egyensúly felborul, és ez okoz minden egészségügyi problémát, nyilván minden. Ezért vannak a lugosító diéták, ami az hogy nem, csomó dolgot árulnak, hogy aztán meg tud gyógyítani magad. Rengeteg termékük van, rengeteg diétájuk, hogy mit tegyél, mit nem, ami csak csomószor ellentmond egymásnak, és átvesz tudományos kifejezéseket is. De nem tud konzisztensen átvenni a tudományos dolgokat. Például ugye van a szervezetnek is egy pH értéke, a testnek, vérnek más a pH értéke, gyomrodban is más a pH érték, és nagyon sok helyen a testedben más a pH érték, de itt a lugosítás néha így erről beszél, néha arról, néha, hogy az egész testnek a pH értékéről beszél, szóval nem lehet tudni, hogy miről éppen, vagy mi a releváns éppen a diétát szempontjából. Csomószor a szervezet pH értéket egy egységes állandóként tünteti fel. Magában a diétában is sok ellentmondás van. Aztán az Roberto Young, aki ennek az egésznek az egyik atya, hát nem egy betege belehalt ebbe a dologba. Börtönben is volt, nincs semmi végzettsége, rávette egy betegét is, hogy a rákot ne a hagyományos módszerekkel gyógyítsa meg, hanem majd ő kezeli. Mindenképp egy ilyen orvoslásba akarsz ugye belevágni, amiben az egyik fő arc az börtönben ül, mert meghaltak a betegei. És nyilván mindenki ellenük van, túlzott ígéretek vannak benne, szóval az van, hogy a gyógyulást is ígér, fogyást is ígér, a koronavírust is gyógyította, mihelyt bejött a koronavírus, kiderült, hogy azt is gyógyítja, de közben a koronavírus tagadta is, szóval ez már megint egy ilyen furcsa ellentmondás volt, mert közben azt mondta, hogy a vírusok nem léteznek. A 5G-t is belekavarták már a lugosításba, mert hogy az 5G roncsolja az oxigén molekulákat, és ez emiatt a vörösvértest nem tudja őket rendesen szállítani. Bullshit, baromság, de legalább egy csomó dolgot lehet kapni, ami ebben a bullshitban neked segít, hogyha ebbe elhiszed, nem lesz jobb, mint a placebo, viszont legalább egy csomó pénzt elköltesz egyszer is. Szóval a lugosítás egy ilyen nagy áltudomány és nagy bullshit. Aztán oltás ellenesség. Essünk túl rajta. Hát igen, már gyülekeznek a kommentelők, tudom, akik majd kikérik magukat, mert nem oltás ellenes vagyok, hanem oltás szkeptikus. Igen, bocsánat, most már ez a kifejezésre. Jobban tudja, hogy melyik oltás a jó, meg melyik nem, mint a tudósok. Karádon meg fogsz halni. Meg az orvosok. Érdekes, mert az immunizálással amúgy már a második században is kísérleteztek, elég gusztustalan formában ilyen gennyekből kiszedték, és leszárították a gennyből a dolgokat, és aztán azt fogyasztották, vagy nem tudom, hogy egy kicsit immunisabbak legyenek rá. De hogy a védőoltás már 1800-as évektől itt van. 1874-ben lett kötelező a fekete himlő elleni védőoltás Poroszországban. Szóval az már durva, már 1800-as években volt kötelező oltás, úgy látszik, már akkor előrébb voltak, mint pár ember manapság, és érdekes, hogy a halálozás a himlő elleni védőoltás után nagyon-nagyon lecsökkent a halálozás is. Hoppá, mik nem történnek? Miközben például Ausztriában nem volt kötelező oltás, és ott sokkal nagyobb volt a himlőben meghaltok aránya. 100 ezer főre 1,9-re csökkent, ugye Poroszországban, még Ausztriában ez az arány 40 volt 100 ezer főre, vagy akár 100-ig is fölmeltett. Érdekes. Oltásnak is nyilván sok típusa van, de ez mondjuk valószínűleg az oltást adagodókat nem zavarja. Akár a koronavírus vakcinák is
meg lehetett figyelni, hogy más alapokon van, ami régebbi tudományos alapokon nyugszik, van, ami már egy újabb dolog, amelyért most is ugye kapott a Karikó Katalin egy Nobel-díjat, csak úgy megemlítem, ezzel is baj volt pár embernek. Bár lehet, hogy erre is van bullshit, hogy mindegyik oltás külön-külön miért rossz. Jó, de nem tudhatod, mi lesz a hosszú távú, hogy mi lesz 20-30 év múlva egy oltás miatt, amikor nyilván ezek anyagok, amik az oltásban vannak, ezek így egy, max. Két hét alatt teljesen lebomlanak, de közben minden alkoholtól kezdve drogok, meg gyógyszereket, azt így lehet vinni a szervezetbe, de az oltásoktól meg attól félnek, hogy 30 év múlva még valami bajuk lesz, meg hogy a DNS-t roncsolja, ilyen, aki ilyeneket állít, az nyilván egyáltalán nincs tisztában vele, hogy működik ez az egész. De most felsorolok azért pár betegséget, amit csak így ide gondoltam így megemlíteni, nem is tudom, mi az összefüggés, de például van a kanyaró nevű betegség, és amúgy érdekes, hogy nem tudom, majd ezek közül melyik betegség, ami ellen még most is küzdenek, és valahol azzal, hogy visszaszorult az oltás, megint elkezdett visszajönni az ezek közül egyik betegség, azt hiszem, aminek már rég el kellett volna tűnnie. Szóval a kanyaró, abban a 20. században 500 000 ember meghalt, vagy annyi eset szám volt, 2006-ban volt 55. Szóval gyakorlatilag 99,9%-osan vissza tudtuk szorítani az oltásnak köszönhetően. Ilyen a torokgyík is, ami 100%-os, 2006-ban már nem volt eset szám. Tehát úgy van, hogy ahogy immunizálódik rá a társadalom, mert már nem tudott kinek átadni, mert már ő immunizálódott, meg ilyenek. Nem kell mindenki beoltsa magát, de ugye az emberek nagy része be van oltva, akkor már nem is tud tovább terjedni rájuk, és akkor így szépen lassan így el tud tűnni egy-egy vírus amúgy, ami elég jó, mint a torokgyík is. Nem tudom, hogy ez teljesen eltűnt azóta, de majdnem 180 000 eset szám volt, most már nincs egy se. Vagy a fültömiri gyulladás 95%-osan el lett tüntetve, szamárköhögés 90%-osan, a fekete himlő, ami 100%-osan, rózsahimlő, influenza, gyermekbénulás, merevgörcs, rengeteg betegség, ami az oltásoknak köszönhetően már nincs köztünk, és nem kell belehalnunk se nekünk, se a gyermekeinknek, és ez amúgy jó dolog. És most ott tartunk, hogy ez ilyen alapvető dolgokat kérdőjelezik meg az emberek, ami fantasztikus. Érted így nézni egy UFO, hogy ezek legyőzték a fekete himlőt. Miért jött vissza? Hát azért, mert a Mariska néni félt, meg egy csomóan. Volt egy párt, ami erre épített, hogy oltás ellenes, és aztán szépen így terjedt a társadalom, és visszamegyünk be az meg a 18. században. Bár nem kell annyira aggódnunk, mert a felmérések szerint az interneten hangosabbak ezek az oltásos hangok, mint a valóságban, de azért így is jelentős a számuk, parlamentbe is be tudta kerülni. Nem sok tudományos alapja van ezeknek, inkább a népszerűség, inkább a, tudod, az underdog szerep, a beavatott vagyok, az értem a világot, hogy mindenki ellenünk van, és mindenki minket akar megmérgezni. Aztán tudom, amikor már ez párosul azzal, hogy Bill Gates meg mikrochippeket akarnak beinkültetni, meg minden hülyeséget, ott már nehéz ezt szerintem észérvekkel meggyőzni. Szóval igen, ez a hosszú távú hatások az amit félnek tőle, miközben például a dohányosok tüdejében is ott van a kátrány folyamatosan. El tudod képzelni ezt az embert, aki úristen az oltás, nehogy valami hosszú távú hatásra legyen, ám... Aj, de az oltás az nem... Add, de izé pacal pörkölt. Gyógyszert, nem tudom, a reumában a 10 fajta izét, azt nyomja be, de... Azért racionális, az oltásnál meghúzna a határt. És akkor, ha már itt tartunk, az alkoholnak meg a dohányfüstnek tényleg van DNS károsító hatása, az nem zavarja, meg kicsit segíthet a tumoros megbetegedésekben is. Jó, azzal nincs gond. De milyen DNS károsító hatása lesz a Covid oltásomnak, vagy a nem tudom, a kötelező oltásomnak, vagy a influenza oltásomnak? Szerencse, hogy van pár kötelező oltás, amit gyerekkorban már beadatnak, már van pár, amit nem kötelező, és kurva drága amúgy, de legalább így lehet kényszeríteni az ilyen nem túl élelmes embereket is, hogy legalább a gyerekeik ne szívják meg csak azért, mert ők idióták, és ne jöjjenek vissza olyan betegségek, amiknek már rég el kellett volna feledni, és egy csomószor amúgy még most is vannak betegségek, ahol még próbálkoznak oltásokkal viszik, de egy csomószor nincs mindenre kapacitás, és így el kell dönteni, hogy melyik oltást vigyék abba az országba. Szóval még azért az ilyen fejlődő országokban még rengeteg munkát kell belefektetni, ott ugye a bizalmat is el kell nyerni, és nem segítenek a világ szebbétételében az oltás. Bocsánat, miért rosszul mondom, oltás szkeptikusok. Menjünk tovább, van még ilyen a spiritizmus. Gyorsak leszünk, mert van a spiritizmus, az ezoterika, feng shui, asztrológia például, amit nehogy keverjetek az asztronómiával, de ezekre most nem fog kitérni, mert a spiri lányok teljesen ki lesznek a kommentekben, akik jönnek és majd megmondják. Ezt most fogjuk, rakjuk el, és majd jövő héten visszatérünk rá, és nekiszállunk egy teljes epikus hosszúságú videót. Spiri lányok, kezdhetitek már most kommentelni.
csinálni a dolgokat. Remélem már bekészítették a pumpkin spice lattét, meg a gyógyítóköveiket, hogy legyen elég energiájuk azokat a ilyen hosszú kommenteket leírni. Mindenféle átkot ránk szólni, mert lesz miről beszélgetnünk jövő héten, úgyhogy jövő héten találkozunk. De ilyen az agykontroll is, az is egy áltudomány, el se kezdem. Vagy frenológia. Ismeritek a frenológiát, ami a koponya méretéből próbál következtetni. Aztán lehet, hogy rossz hír, amit hozok, de a grafológia, az is egy áltudomány. Hát én még nem tudtam ezt. Gimiben még beszéltünk erről, és akkor ezt rendesen úgy volt beállítva, mint egy rendes tudomány, de hát kiderült számomra is, hogy a grafológia az egy áltudomány. Ezt nincs hova szépíteni. Semmilyen független, empirikus analízisen alapuló kutatás nem tudta igazolni a grafológiának a érvényességét. Mind a pszichológia, mind a kriminológia, mind a humán erőforrás cáfolta, hogy a következtetései helyesek lennének a grafológusoknak, pontatlanak és hatástalannak ítélte, viszont szexizmusra, rasszizmusra alkalmas a grafológia, mert azért csomószor meg lehet különböztetni egy nő és egy férfi írást, amúgy pont azt állítják a grafológusok, hogy ez pont nem lehet, de amúgy az ember rasszára is lehet következtetni, bár az inkább már amiatt is van, ugye, hogy bizonyos kultúrák úgy adják át a tudást, hogy lehet, hogy a írásuk az hasonló. Manapság van amúgy, lehet, hogy nem sokan írnak ilyen kézzel beadott dolgok. Aztán van olyan, hogy értelmes tervezés, kreacionizmus talán. Az az a nézet, amely szerint a világegyetem és az élővilág bizonyos jellegzetességei leginkább egy intelligens ok által magyarázhatók. Szóval nem olyan irányíthatatlan, megfoghatatlan folyamatok, mint a természetes szelekció, meg evolúció, hanem egy teológiai érvelés, csomószor a Bibliára hivatkozva, de ilyen tudományos köntösben van azért, egy modern vallás valahol, inkább ez az értelmes tervezés, de nem tesz említést arról, hogy ki a teremtő, meg az egész kilétéről, ahogy a vallások csomószor, ugye, hogy mit csinál Isten, mit mond? Jó, nem. Inkább csak feltételezi az Isten, de ez egy ilyen, hogy mondjam, keresztény körökből indult ez az egész. Nem is sikerült semmit bizonyítani, nem is sikerült semmit alátámasztani Amerikában, és még a Magyar Tudományos Akadémia is, jól tudom, áltudománynak bélyegezte. De biztos csak el akarják hallgatni az igazságot. Van a biomágnesesség, bele sem menjünk inkább. Á, itt lesznek fájó pontok, de a csontkovács, az is egy áltudomány. Sajnálom, nem tehetek róla, de a csontkovácság is nem biztos, hogy hatásosabb, mint a placebo. Sőt, az alapja is ilyen bullshit, amúgy az egésznek, hogy a csigolya eltolódás gátolja az öngyógyítást. Nem sikerült egyszer se aláltam ezt. Még az asztmát is próbálják gyógyítani a csontkovácsok csomószor. De nem túl egységes tudományág. Ott is úgy érzem, hogy egy kicsit még a csontkovács és csontkovács sem ért egy dolgokban. Könnyen rásütik a másikra, hogy ő az áltudományos. És összefonódik más áltudományokkal is. Szóval biztos van egy-kettő csontkovács a nézőim között, és ne haragudjatok, nem én tehetek róla. Nem én hozom a tudomány törvényeit. Nem úgy, mint áltudományok, akik hozzák a saját törvényeiket, és nem is kell alátámasztani. De hát ilyen a homeopátia is, ami leginkább a placebóra támaszkodik. Amúgy legalább nem olyan dolgot viszel be a szervezetedbe, ami valóban károsít, de hiú reményeket se táplálj hozzá. Ez a homeopátia úgy alkalmaz kontrollcsoportokat, de hogy így folyamatosan vannak róla felmérések, meg kísérletek, és nem sikerült az, hogy a homeopátia érvényesebb lenne, mint a placebo hatás. Személyre szabottan kértem a legerősebb homeopátiás altatót és nyugtatószert. Ebből néhány szem a napi adag. Kérdeztem, hogy mi van, hogyha véletlen fél üveget megeszem, hát mondják, hát abba bele lehet halni. De most itt élőadásban szeretném bebizonyítani, hogy a homeopátia egy blöff. Tehát nem működik, mert semmi nincs benne, úgyhogy én most ezt a több százszoros mennyiségű altatót... De ne vegye be, doktor úr, most nem azért, csak... Ezt megeszem. Ami ezt az öngyilkossági kísérletet vagy ötletet illeti, szóval én a C1000-es higítású szert vettem be, ami az egyik legerősebb. Ez azt jelenti, hogy 1000-szer higítják a százszorosára. Gyakorlatilag már több lenne, mint az egész földbolygó mennyisége, ha ezt folyamatosan higítgatnák. Már ez egy régi dolog a homeopátia, de amikor bejött a atomelmélet, mert ugye a homeopátiának van egy ilyen alapja, hogy a nagyon sok részre bontanak bizonyos, hogy mondjam el szépen, még lehet, hogy én is hülyeséget fogok beszélni, nagyon-nagyon sok részre bontanak valamit. Olyan higításokat alkalmaznak, ami kiderült, hogy egyszerűen már az atomelmélet alapján olyan nagy százalékban nem is lehetne valamit higítani. Akkor meg elkezdődött ez a víznek van memóriája, a víz memóriát meg már lehet, hogy ismeretitek, hogyha itt vagytok a csatornán. Víznek van egy memóriája, meg tudja, tehát kap egy információt, és ezt tudja hordozni. Ezek meg már megint olyan dolgok, amit nem sikerült bizonyítani. Szóval, ha valakit megnyugtat, placebónak nem rossz, de nem sok alapja van. Nem sok
valódi tudományos alapja van, de ahhoz képest nagyon népszerű amúgy. Aztán ott van ugyanúgy az akupunktúra. Amúgy egy csomó ezek közül én is használtam, mert én nagyon allergiás vagyok, és szoktak engem szidni, hogy miért vagyok így műsorban, de hát ne haragudjatok, akkor hónapokig nem lenne műsor, mert augusztus, szeptember és még az októberem nagy része is nagyon allergiás vagyok ilyenkor. Parlagfű, meg minden ilyen szar van, és örülök neki. De én is próbáltam, voltam akupunktúrán is, egy válfaján. Az úgy tűnt, hogy hat is, de valószínűleg ott erősebb a placebo hatás, amikor sokkal többet szenvedsz érte, mint hogy csak bevennél egy gyógyszert. De egy után én, na mindegy, ott sincs egy egységes dolog annyira, az egy ilyen keleti dolog, nagyon régi. Az, hogy milyen ősi, milyen régóta csinálják, meg stb. Ilyenekre hivatkoznak, mint hogyha ez alátámasztaná a tudományos értékét. Energiára, csíre, ying és yang. Itt is tesztelték az akupunktúrát, hogy valaki szabályosan, vagy szabálytalan, vagy csak így random akupunktúráztak meg valakit, és pont ugyanolyan lett a hatása. Szóval nem lett több, mint a placebo hatása, hogy a kontrollcsoportok is voltak, és egyszerűen az akupunktúra nem tudott jobb eredményeket elérni, mint a placebo hatás. Ez alapján is arra következtethetünk, hogy a legtöbb, ugye régen gyógynövények voltak, meg minden, ami van, amelyik hatásos tényleg, de úgy általában az orvoslásnak a 10 000 éves történelmünk során nagyon nagy része a placebo hatás volt. Nem mind, de nagy része, és én is ezek közül többet próbáltam, és úgy kell szembenéznem ezekkel. Nem azok, amire szerettem volna, hogy legyenek, és ez van. Szóval akupunktúra is ilyen, de még rengetegen keleti orvoslás van, ami nem feltétlenül tudományos alapokon nyugszik. Aztán kiropraktika, energiagyógyászat, így is nevezik. Ja, jó, ez a csontkovácság, csak más néven, az Isten áldjon meg. 5G rossz, mágnes jó, ez a ilyen külföldi magyaros neve. Beszéljünk egy kicsit a vitamin bizniszről. A vitamin nem áltudományos dolog, létező dolgokra épül, de túl van misztifikálva a vitaminoknak a hatásai. Egy normális táplálkozás mellett elméletileg nincs is szükség plusz vitamin bevitelre, D-vitamin kivétel lehet. És ezért ez szürke zóna, ez nem is áltudomány, de az, hogy valakik mindent a vitaminnal akarnak gyógyítani, az már onnantól áltudomány. A vitaminba vágni tuti biznisz, miközben a vitamin nem mindenható, és abból is lehet többet bevinni, mint kéne. Szóval ezek az ilyen nagy vitamin mágnások nem biztos, hogy csak az egészséged a lényeg, neki inkább a pénz. A vitamin nem csodaszer. Ezt jegyezzük meg. Tudom, hogy fáj. Azt írja valaki, mamám azt hiszi, hogy azért nem alszik, mert vízér van az ágy alatt, az 5. laki. Ez nem akadály. Ajánlok 2 videót is. Egyszer a Facebook poklában elmerültem. 2 videó, linkelem a leírásban, ha nem felejtem el. Nagyon durva Facebook csoportokat néztünk, ahol már ilyen, az inkább ezoterika, meg ilyen mindenféle, ahol egymásnak adtak gyógyító tippeket, ahol arról beszélt valaki, ezt örökre meg fogom jegyezni. Valami baja volt a gyerekének, és hogy most akkor a gyerekét gyógyítsa, vagy magát. Mert hogy egy nem lehet önálló baja szerint egy 3 éves gyereknek. És itt vannak azok, amikor már érzed, hogy bazeg, ez tényleg nagyon káros, amikor beteg a gyerek, és Facebook csoportokban kérdezgeti, hogy magát gyógyítsa, vagy a gyereket. És azt mondták, hogy magádat. Hát az a gyerek, az a te meghosszabbításod, magadat kell gyógyítani. Teljes kiégés volt. Ezek a bugyrai az áltudományoknak, ami már nagyon veszélyes, amikor már saját gyerekedet veszélyezteted. Linkelek még mindenféle videót a leírásban, ami összefüggésben lehet ezekkel a témákkal, hogyha mondjuk valaki kiégéseket akarna látni, ami az áltudományokkal kapcsolatos. Ja, van a családállítás, ez is egy fájó pont lett egyeseknek, de igen, az is egy áltudomány. Van mindenféle kifejezés, ami alapján amúgy gyanús lehet, hogy áltudomány, a morfogenetikus mező, távolba hallás, vallások is része ennek, ősi gyógyító ritusok vannak, stb. Benne. Csomószor ez is egy kicsit ilyen önbeteljesítő dolog. Placebo, nocebo hatása van ezeknek is a családállításoknak, csak olyan köntösben van, hogy valószínűleg itt tényleg azt érzik az emberek, hogy itt valami történik. De az igazság, hogy itt sose volt validálva ez a dolog. Se képzés, se akkreditáció nem kell ahhoz, hogy ilyeneket csinálj, ami ugyanúgy gyanús lehetne. Szóval a családállítás egy pszichológiai placebo. Aztán ott van a horoszkóp, az asztrológia. Jövő héten beszélünk róla többet, de ez nem az asztronómia még mindig. De vannak ezek a személyiségtesztek a horoszkópnál, ahol nem árt figyelembe vennünk a Barnum hatást, a ránk nézve kedvező állításokat, függetlenül attól, hogy bármennyire igazak lennének, hamarabb elhisszük, mint azokat, ami mondjuk valami negatív dolgot mond rólunk. Már 1975-ben majdnem 200 tudós egyöntetően felszólalt az asztrológia ellen, köztük 19 Nobel-díjas, és tudom, ez még nem jelent semmit. Csak ez alapján nem lehetne áltudománynak bélyegezni, mert ez a tekintélyre hivatkozás, de azért sokat elmond, hogy tudósok egységesen felszólaltak az asztrológia ellen. Ha más nem, akkor legyen az elég, hogy nulla tudományos bizonyíték van, ha nem tudják bizonyítani. Voltak kísérletek, csináltak olyan személyiségtesztet, amit meg tudták
tudtak úgy írni, hogy az emberek 90%-a azt mondja, hogy jó, ez nagyon igaz rám, de olyan is volt, hogy ilyen, hogy az embereknek megmondták, hogy intro vagy extrovertáltak, és akkor amit mondtak neki, egy kicsit úgy kezdtek el viselkedni, mert ez ilyen önbeteljesítő jóslat is, de a horoszkóp az szerintem mindenki tudja, hogy bullshit, de közben egy csomóan csinálják, mert egy titokban azért hisznek benne, de az elképesztő számomra. A ChatGPT-nél primitívebb AI tudna csinálni szerintem egy random generált horoszkópot, de hát valamiben ki kell tölteni a lapokat. Szeptember-októberbe köszönt egy kicsit az ősz. Kérdések és kételyek foglalják el szívedet, lelkedet? De az asztrologiában még van más, hogy mindig meghatározzák, hogy mikor születtél, milyen csillag alatt, hogyan és hogy az hatással van, és akkor olyan leszel, és akkor bele sem menjünk. Vannak a gyógyító kristályok, ilyenek is léteznek. Van az ufológia, az is egy érdekes dolog. Én amúgy szeretném hinni, el tudom képzelni, hogy a Földön kívül is vannak élőlények, vagy valami, amit mi élőlényeknek neveznénk, és ki tudja, hogy már micsoda, vagy milyen létforma az, amit már föl se tudunk fogni, vagy voltak, vagy lesznek. És megértem, hogy az embereknek miért mozgatja a fantáziáját, nekem is mozgatja, de azért attól még nem lesz valós. Attól még nem az van, hogy égről készült kép, hogyha ott egy maszat, akkor már ufókat látsz bele. Itt is van egy csávó, Avi Loeb, aki megszállott valamire, nem tudták megmagyarázni, hogy miért, hogy gyors, kikiáltott, hogy napvitorlás, azóta mindenben napvitorlás lát. Csomószor az ufológiánál az áll elő, hogy rengeteg racionális magyarázat ellenére a valószínűtlenebb magyarázatot rakják előre, hogy ez egy földön kívüli. Miközben csak nem tudjuk éppen, hogy micsoda, és meg lehet magyarázni egy csomó racionálisabb dolog, ami sokkal nagyobb a valószínűsége, de előre rakják kb. A wishful thinking, ami nem tudom magyarul, hogy mondjam. Ábrándos gondolkodás. Hát ez biztos UFO volt. És akkor a bizonyítási kényszert áthárítják, hogy jó, ha nem az, majd bizonyíts be, hogy nem az. Szóval inkább ilyen vallásnak tűnik, mint tudománynak egy csomószor. És érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mekkora fejlődés van technikában, kameratechnikában a 70-es évek, már akkor is nagyon mentek ezek az UFO észlelések, meg minden. Szóval most már mindenkinek ott van egy telefon a kezébe, már mindenki 4K-san tud lassan videózni, és érdekes, az UFO-król nem kerültek elő sokkal jobb képek. Ugyanazok a elmosódott dolgokra mondjuk, hogy UFO-k. Szóval pont úgy fejlődtek biztos az UFO-knak a rejtőzködési képességei, ahogy fejlődöttek a kameráink, vagy nem tudom, de hogy hiába ez az óriási technológiai ugrás, hiába van mindenki zsebébe már kamera, pont ugyanolyan képeket lehet az UFO-król elkapni, mint a 70-es években. Ugyanígy van a kriptozológia. Csoki biztos szereti ezeket a kriptideket. Milyen kriptidek vannak, Csoki? A legjobb az a badacsonyi görényember. A badacsonyi görényember. Biztos valaki látta, Amerikában műsorok is vannak erről, hogy keresik a yetit, és sose sikerül elkapni. Inkább fantasynak fogjátok fel, szórakoztató fantasynak, mint a szellemeket, akik így keresik, azok is viccesek. Kabbala van ilyen is. Valláshoz is köze van annak a tudományágnak. Számmisztika. Remélem, hogy visszatérünk, ez is talán benne van a spiritu, amikor a számoknak sokkal több jelentőséget ruházol fel rá, nem csak számok önmagában, mindegyik számnak jelentés, most a többi. A biológia nagy kedvencem. Itt ez egy tipikus én áltudományban. Figyeljetek. Nézzük, milyen alaptörvényei vannak a biológiának. A rákvas törvénye, igen. Minden úgynevezett megbetegedés, ami magába foglalja a rákot is, persze, mert a rákosok szoktak a hogy mondjam, a rák a modern gyógyászat egyik legnagyobb kihívása, és nagyon sokan belehalnak. És hogyha valaki rákos, az csomószor fölök előre haladott stádiumban van, kilátástalan lehet az ember, és belekapaszkodik mindenbe. God damn right. Nyilvánvalóan egy csomószor az ilyen áltudományok gyógyítják a rákot, mert egy csomószor, míg az orvostudomány tudja azt mondani, hogy sajnos már nem tud mit csinálni, az embernek fontos mindenben meg akar kapaszkodni, mert meg tud, mert kell neki a remény, hogy átvészelj a dolgokat, és ilyenkor jönnek be ezek a tudományok. Nem túl szimpatikusan kihasználják őket. Konkrét, váratlan, minden korábbinál súlyosabb, igen hevesen, drámaian és elszigetetlen megélt konfliktus élmény sokkal keletkezik. Egyidőleg mind a három szint lélekben, az agyban és a szerven. Ekkor tehát egy agyi góc és egy testi elváltozás beinduljon, előtte törvényszerűen el kell szenvedni egy érzelmi megrázkódtatást, át kell élni egy érzelmi kilengést. Csak konfliktus hatására indulhat be, hogyha nem sugárzás vagy természetellenes táplálkozás, vagy baleset, vagy mérgezés. Szóval, ha csak nem valami baleset ért, akkor azt elfogadják, hogy nem az érzelmek miatt van, de hogy minden betegségnek a kiinduló pontja szerintük egy érzelmi kilengés. Hát jó. Az elszenvedett konfliktus élettartama meghatározza az agyban megjelenő elváltozás, úgynevezett hameri gombóc és szervi elváltozás helyét. Értelemszerűen az érintett agyi vezérlőközpont, tehát a
tovább sorvasom, mert nincs ezzelem. Ez a biológika minden érzelmi alapú, ami nem baleset vagy mérgezés, áltudomány. Egyértelműen. Mondtam pár példát, rengeteg áltudományt meg sem említettem, végtelenségig lehetne ezeket sorolni. Menjünk tovább, és beszéljük meg azt, hogy miért terjed ilyen gyorsan manapság. Nyilván az embereknek kevés a tudományos információ, vagy a tudása, és ezért lehet, hogy mint a Dunning-Kruger effektusnak pont azon a pontján vannak el, ahol ők azt hiszik, hogy mindent tudnak, és akkor könnyű befolyásolni őket. Van a környezeti nyomás, lehet, hogy már a szüleid, a vallásod, a környezeted, a barátaid, valaki belelök ebbe a dologba, pont amikor sebezhető vagy, vagy amikor van nagyon szükséged van rá, pont megtalál egy ilyen hirdetés, vagy valami, és ilyen lehet az elkeseredés is, meg akar ragadni mindent, hogy hát ha azt tud segíteni, és akkor csomószor olyan alapon indul az emberet, jobb, mint a semmi. Max nem hat. És aztán utána, amikor végül meggyógyulnak páran, akkor nem arra fogják fogni, hogy az orvos közben mondjuk adta a kemoterápiát, hanem biztos a mátris cseppek voltak, nem a kemoterápia, az is egy érdekes dolog. Sokszor az érzelmek, a pszichológiai érdek befolyásolja, hogy higgy egy ilyenbe. Hiedelmek is tudják ezt befolyásolni. Lázadni akarsz, és ez egy lázadási forma. Én nem hiszem el azt, amit a tudósok állítanak, amit a kormány állít, nincs bizalmam bennük. És keresel valakit, aki a szolnokon lép a világon, és megtalálod benne a komfortot. Igen, én is úgy érzem, hogy engem elnyomnak, és úgy érzed utána, hogy beavatott lettél, belettél adatva valami titokba, részese lettél valami nagyobbnak, és akkor ez egy jó érzés. Ilyen szinte nagyon sokszor összecseng amúgy az összesküvés elméletekkel is. Meg már az algoritmusok is segítenek abban, hogy már abból a körből tájékozott, azokat dobja föl olyan csoportokba, vagy kognitív diszonanciád miatt úgy szűröd az információkat, és úgy pattannak le rólad a tények, hogy csak azt fogadod be, ami téged támaszt alá. És érdekes, hogy az iskolázottság és a tudományos ismeretek sokszor nem is feltétlenül befolyásolják az erre való hajlamot. Közösséghez való tartozás fontos dolog lehet ilyenkor, hogy találsz egy közösséget ebben a dologban, és úgy érzed, nem vagy egyedül, és a kontrollt úgy érzed, hogy kicsit visszakapod, a világ nehezen megérthető, nem kontrollálható, de itt úgy érzed, hogy egy kicsit kontrollt kapsz. Igenis van veszély ennek. Erősíti a bizalmatlanságot csomószor az állam irányába, amit nem csodálok amúgy, de csomószor a tudomány, az orvostudomány irányába, és ez nem segít például egy olyan helyzetben, mint a Covid volt, amikor fontos lett volna, hogy együtt dolgozzunk a megoldáson, hogy mondjuk immunizáljuk a lakosságot, ez nem segített ez az ellenállás, amiben ütköznek ilyenkor az emberek. Nyilván csomó negatív hatása lehet annak, hogyha nincs bizalmad, ha több száz, sokszor ezer évnyi tudásban, ami felhalmozódott és kialakult az idők során, nagyon sok egészségügyi átverésben bele lehet löködni, és akkor csak a pénz megy, és közben nincs semmi hatása. Csomószor ugye úgy lehet az, hogy már nincs pénzed, akkor másokat kell behúznod, és akkor ilyen szektársan tudnak ezek működni. Szóval gyakorlatilag pénzügyi átverés is csomószor ezeknek a vége. És a szegény nyugdíjas, ő jót akar akár az unokájának, vagy valakinek, és ezzel a jó szándékkal van kikövezve a pokolba vezető út, ami az áltudományba vezető út. Lehet, hogy ez is része ennek, hogy miért terjed ilyen gyorsan. Mert az idősebb generáció, akik már mondjuk nyugdíjasok, egy csomószor abban nőttek fel, ott még a tudománynak is nagyobb volt a presztízse, és így még nem voltak ilyen elterjedtek az áltudományok, mert az internet azért segített, hogy mindenki felszoratja a dolgát. Régen az újságok tévékben egy kicsit jobban meg volt ez szűrve. Kiépült egy bizalom a tévé, az újságok, az olvasott dolgok iránt, és most ezekre a nyugdíjasokra rászakadt az internet, és megszokták sok évtizeden keresztül, hogy bízhatnak ezekbe a dolgokban, amit olvasnak helyeken, amiről hallanak, amiről videót látnak. Egyszerűen sokkal naívabbak. Tudom, hogy a idősebb generáció egy csomószor a fiatalokat félti az internettől, miközben amúgy az idősebb generáció is tudja non-stop nyomkodni a Facebookot. Közben meg igenis fontos, hogy figyeljünk a nagyszülőinkre, a szülőkre, vagy akár kortársainkra is. Biztos csomóan tudnátok példát, és azt is írjátok meg nyugodtan kommentekben, amikor valamelyik idős rokonotok vagy hozzátartozótok elő szokott hozzakodni egy-egy összeesküvés elmélettel, áltudománnyal, 5G-vel, ugye, hát igen. Miközben valószínűleg nem biztos érti az 5G technológiát, arról aztán hiába kérdeznéd, hogy mi az az 5G technológia, arról már nem tudna beszélni. És egy generációról generációra tudnak átöröklődni ezek a hamis dolgok, a bizalmatlanság. Bele lehet táplálni a gyerekeidbe, a következő generációba mindenféle áltudomány, ilyen hülyeségeket, és az nem biztos, hogy segít majd az ő életén. De miért jutottunk el idáig? Miért nehezebb a tudománynak elérni az emberhez? Miért nehezebb a tudománynak a marketing? Ez egy érdekes kérdés. Ezt nevezik tudománykommunikációnak is amúgy. Alapvetően ugye az internet, ahogy mindenki felszólítja rá a tanatra, mert sokkal nagyobb a zaj. Sokkal nehezebb leszűrni a hiteles információkat, sokkal könnyebb elveszni a dologban, mert most valaki nagykövető táborral kirakja
kirak valamit, az lehet, hogy több emberhez el fog jutni, mint hogyha egy tudós valamilyen felfedezéses. Ez az egyik legérdekesebb nekem ezekben az átulmányokban, hogy vakon megbíznak olyan dolgokban, amit senki sem bizonyított, nem tud bizonyítani, egyetlen bullshit, miközben a bizonyított tudományokat, meg a minden más irányt meg bizalmatlanok. Ez elképesztő számomra ez a kettősség, hogy a tudomány, hát a tudomány, igaz, én is most épp a tudomány miatt tudom nyomkodni ezt a telefont, és nem haláloztam el a gyermek bénulásban, de az a tudomány, hát az nagyon bizalmatlan vagyok azzal kapcsolatban, de hát nézzük, mit állított ez az ember itt, milyen szelleműzést reklámoz, ez már valami, ebben most megbízok. A kritikai gondolkozás sem a legelterjedtebb manapság, ez is része ennek. Szerintem a tudomány sokszor nem érthető egy átlag embernek. Főleg, hogy lehet, hogy még a fizikát így megtanulod, kémiai alapjait megtanulod, de hogy telik az idő, egyre több tudást kell a tudományban, és egyre jobban specializálódnak az emberek. Ezért már nem lesz ember, aki minden tudományt átlát, és az egy átlag embernek, de sokszor egy tudósnak is egy tőle távol lévő tudományág nem biztos, hogy meg fogja érteni. Szóval egy átlag ember számára érthetetlen, és az, amit nem értesz, attól félsz. Főleg, hogyha nincs konkrét gyakorlati haszna, nem mindig érted, hogy működik, és így nem fér össze a józan gondolkozásoddal, és ezért bizalmatlan leszel benne. Miközben ott van, hogy a tudomány hibázni is tud. Azt is emberek csinálják, néha rossz következtetésekre jutnak, stb. Covid-nál is lehetett látni ezeket. Ott is voltak hibás intézkedések, ott is óvatosak voltak, amikor már elvárták, hogy gyorsabban reagáljanak az emberek a dolgokra. Ugye a tudomány nem fog hibázni, mert nem fogja elismerni, mert nincs is miben hibáznia, mert mindig megmagyarázza magának. Ezért most abba bízol, aki sose hibázik, szerinte. A tudomány nem inkluzív. Nem az a célja, hogy most mindenki mindent megértsen, hogy ide, na, gyere ide, most elmagyarázok neked mindent, hogy megértsed. Egyszerűen nem erről szól a tudomány, és nem ez a dolga a tudósoknak. Miközben aki oda jön és elkezdi magyarázni, ez így van, fél, gyorsan felvázom, meg fogod te is érteni, hiába közöd nincs a tudományokat, meg fogod érteni, és akkor ezt meg ezt kéne megvenni, és akkor az már nem lehet, hogy gyanúsabb. A tudományban nincs nagyon személyi kultusz. Vannak karizmatikus emberek, akik a tudományt hirdetik, de itt nincs az, hogy egy tudományágat egy ember visz egyedül, és mindenki másot támadja, és meg kell védenie, és elmondani neked az igazságot. És csomószor vonzódunk az ilyen személyekhez, akiknek karizmatikusak, akik mondják a magukét, és ez is be tud rántani embereket. A tudomány nem követ ideológiát, és nem politizál, bár nyilván függ tőle, mert szükség van forrásra, de hogyha a tudomány olyan dolgot mond, ami nem tetszik egy politikának, akkor az lehet, hogy nem fogja sokáig mondani, vagy nem lesz támogatva. Olyan dolgok lesznek támogatva, ami jól jön a politikának, mert Magyarság Kutató Intézetünk az van. Az nagyon fontos. Szerintem azért lennének fontosabb dolgok is, amire ez a forrás elmehetne, aminél fájón hiányzik az a forrás, amit a Magyarság Kutató Intézet kap például. És a tudomány, és ez nagyon fáj, nem azt mondja, amit hallani akarsz. Nem azt mondja, hogy mindent meg lehet oldani, nem azt mondja, hogy mindent tud, nem azt mondja, hogy tuti meggyógyít, hanem a tényeket mondja, ami sokszor fáj az embereknek, és ami fáj, ami nem ezt szeretnék hallani, azt inkább nem hiszik el, inkább hiszek egy olyannak, amit szeretnék hallani. Ott a közösségi nyomás, hogyha már benne vagy ebben, akkor nehéz ezekből kiszállni, de a legfőbb az, hogy a tudósok nem média szakemberek. Ez érdekes, nem? Hogy akik tényleg a tudományokkal foglalkoznak nap, mint nap, meg se idejük, se erőforrásuk nincs egy csomószor arra, hogy ezt átadják neked, hogy ezt előadják, hogy mit csinálnak. Még az áltudományos képviselői azok inkább showmenek. Nem tudóshoz hasonlítanám őket, hanem egy telesoposhoz. És ők nyilván sokkal jobban el tudnak adni dolgokat, sokkal jobban le tudnak nyomni a torkodon, mert más dolguk sincs, csak eladni neked valamit, csak valamit átadni. Ez az egyetlen dolguk, miközben a tudománynak vagy a tudósoknak ez nem dolga, miközben akik átvernek, azoknak ez az egyetlen dolga. Szóval nyilván, mint akik csak a marketingre rakják bele az összes idejüket, miközben a tudósok mondjuk lehet, hogy 99%-ot belerakják a tudományba, és 1%-ba próbálják marketingelni magukat, azt is szarul. Melyik fog vajon eljutni hozzád? És melyik lesz a meggyőzőbb? Na vajon melyik? Ez a legfőbb dolog, hogy ez fáj, hogy a tudomány nem állt össze, legalább valami egységesen feléphetne. Itt ez az új média környezet, tennünk kell valamit, össze kell állni különböző kutatóintézeteknek, különböző tudományos szervezeteknek, és valamit kezdeni ezzel szerintem kezdeni kell, hogy egy kicsit jobban legyen ez marketingeve, mert egyszerűen nem szabad elveszteni azt, hogy a sok bullshit végtelenségig elárasztja az internetet, és nincs ott a tudomány egy csomószor, hogy ezt ellensúlyozza, mert nem ez a dolga, de szerintem ennek is része kéne, hogy legyen most már lassan a támogatásoknak, mert úgy lehet újra felébreszteni a fiatalokban, meg az emberekben a vágyat a tudomány iránt, mert ebben az új internetes világban muszáj lesz ezzel is foglalkozni. Ez egy kritika a tudományos világ felé, hogy nem lehet ezt lespórolni. Az eredmények magukért beszélnek, de közben ezt jól kell kommunikálni, mert egyszer föl lesz élve az a csomó presztízs, amit a tudomány megteremtett, és folyamatosan építi le az internet a sok bullshit-tel. Szóval mit tehetünk ennek érdekében?
Mert a bulvár csábító lehet, az ilyen bulváros tudomány, és ez is egy módja, de nem az egyetlen, de hogy szerintem a törvény is tehetne többet amúgy, hogy az áltudományokat, a kuruzslást, az átverést, az sokkal jobban kéne büntetni, sokkal jobban. El kéne lehetetleníteni valahogy az ilyen egyértelmű átbaszásokat, ilyen kiskatóféle, matrix cseppes, mindenféle baromságokat, valahogy szabályozni kéne, hogy ne lehessen csak úgy büntetlenül lehúzni mindenkit, és akkor jaj, hát odaírtam kis csillaggal, hogy ez nem orvosi tanács, és akkor jaj, jó, akkor semmi gond. És a tudomány sem dughatja homokba a fejét, hanem neki is, hogy ki kell találni, hogy hogy kommunikáljon jobban, hogy álljon össze egy ilyen dolog. Ugye a TikTokon, érdekes, pont a TikTokon volt egy ilyen, hogy többen, akik komolyan veszik ezt a tudományos dolgot, összeálltak, és közös erővel lépnek föl. Ők az etikus, mi a nevük? Etikus tartalomgyártók. Érdekes, a TikTokon lévő tudományos kontentet gyártók össze tudtak fogni. És hát a másik oldal is tehet ezért. Ami a média, ami meg mondjuk mi vagyunk szerintem. Hogy mondjam, mi, meg így a média világa, legyen ez a közösségi média, vagy a tévé, minden. Ő már tudja, hogy kell eladni dolgokat, akár a legnagyobb hülyeséget is, hogy emberek szívesen megnézzék, hogyan kell ezt tálalni, csak a tudás nincs feltétlenül a birtokában, de össze lehetne fogni olyanokkal, akiknek a tudás ott van a birtokában, akár kicsit a tudomány irányába terelni az embereket. Mi is tehetünk, és szeretnék is tenni, hogyha így össze kéne foglalnom ezt az egészet, akkor aztán érdekes az, hogy minél indul be a kritikus gondolkozás az embereknek. Mert valahogy egyes áltudományoknál így elveszed ezt a kritikai gondolkozást, de többi áltudományra már legyintesz, mondjuk te hiszel az ezoterikában, de legyintesz a lapos földre, vagy fordítva. Egyikkel kapcsolatban elveszed a kritikus gondolkozásod, a többinél meg valahogy nem. És a modern tudománnyal kapcsolatban meg aztán nagyon kritikus a gondolkodása mindenkinek, miközben megindokolni már nem tudja, mert a tények meg ellene beszélnek. Szóval tudom, hogy a világ félelmetes, és ez táplálja ezt a dolgot. És te, mint egyéni ember, nagyon nehéz elfogadni, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk, hogyha így a nagyvilágot nézzük. Nagyvilágot, világegyetemet, azt a több millió évet, azon belül mennyire jelentéktelen az ember, ezt nagyon nehéz elfogadni. Nehéz elfogadni, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk ennek a világnak, természet törvényszerűségeinek, hogy egyszerűen nem tudjuk befolyásolni, ezek tények, és nem tudunk velük mit kezdeni, ezek meg fognak velünk történni így vagy úgy, egy szép napon mindenkivel, és ezt nagyon nehéz megemészteni. Nem értjük egy csomószor a modern technológiát, miközben látjuk, hogy működik, látjuk, hogy régen a náthában meghaltak az emberek, most meg hol tartunk. Szóval egy kicsit lehet, hogy messzebbről kéne szemlélni. A modern olvasás működik, technológia fejlődik, csak hát nem biztos, hogy megértjük, de attól még nem azt jelenti, hogy nem igaz. Egy csomószor a szorongásból, a félelemből táplálkozik ez a dolog, hogy egy kis kontrollt érezzünk. Kicsit újra azt érezzük, hogy a kezünkben van a sorsunk. De közben lehet pozitívan is szemlélni ezt az egészet, mert miközben nehéz elfogadni, hogy mennyire keveset tudunk a világról, és azt még a tudósok is rengeteg dolgot nem tudnak. Szóval minden tudományos áttörés lehet, hogy 10 újabb kérdés hoz. Szóval nem az van, hogy most, hát mondjuk 90%-ban tudjuk, hogy mi hogy működik. Nem, a tudomány nem így működik, hanem ahogy egyre többet megtudunk a világról, úgy egyre több a kérdés is. Egyre több dolgot tudunk, hogy nem tudunk. Ez is lehet, hogy félelmetes, nem kéne, hogy félelmetes legyen, hiszen egy lehetőségként is lehet tekinteni rá, hogy hajtsa tudásvágyunkat, hajtson minket, hogy mennyi érdekes dolog van a világban, amit még nem tudunk, és érdemes megtudni, érdemes nyitottnak lenni rá, és hajtson minket, csak ne a nyerészkedők karjaiba. És hát ezt is fel kell kezdenem, ezt a kérdést, hogy mit tehetünk mi. Nem lehet mindig másra fárítani a felelősséget, úgyhogy most elkezdünk egy új csatornát, ami még az elején tart, még kísérleti fázisban van, hogy lenne a legjobb, még rengeteget fog fejlődni, még több tartalom lesz, most még csak elkezdjük ezt a dolgot, de az volt alapvető szemléletem, hogy mint a legtöbb csatornánál, hogy nem várom meg, hogy tökéletes legyen már minden, hanem kezdjük el, és aztán fejlődik az egész. És akkor arra gondoltam, hogy akkor kezdjük el ezt is. Más műsorvezetők is jönni fognak, más műsortípusok, más tudományok is, de szerintem kezdjük el. Kezdjük el ezen a mai napon ezt az új csatornát, mert azt gondolom, hogy mi se dughatjuk homokba a fejünket, rajtunk is van felelősség, és szerintem ez egy annyira érdekes téma, a világ megismerése. Annyi érdekes kérdés vett fel, annyi érdekes választ szolgál már, amit még nem tudunk, csak azért, mert egyszerűen nem tudhatunk mindent, hogy érdemes kicsit körbenézni és érdeklődéssel tekinteni a világra. Szóval, kezdjük el!
akkor most már mehet? Child from the turf, I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe.